Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Lássuk, mire megyünk ma. Meddig és mire? Picit túltöltöttük, úgy látom. Kellemetlen. Na, hát ez van. Ennyi belefér. Majd szépen oda pumpálgatják, vagy viszik, úgyis onnan érkezett, azt hiszem. Ó, állandó kaja hiányunk. No, és úgy látom föltüntet. Föltakarították végre a trutymót, nagyobb részt. Szintbe állítottuk szépen. És el van ásva ez a bűzölgő slime probléma. No. Hát... majd egyszer megépül. Már kész is. Remek. Remek, akkor ezt el is tüntetjük. Mikor kezd el? 10 ciklus múlva. Akkor azt hiszem, itt ki is alakíthatjuk a gáz és egyéb rendszereinket. Csak hogy című kérdés. Kettőnél több úgy se kell. Kettőnél több úgy se kell. Papparapapap. Pontosabban úgy se fér ki. Abból az egy. Forrásból. Oké. És nyomtatható cumo, divers lung, tidying, researching, ranching, jöhetsz. Mondjuk a noodle arm nem segít, de ez van. És akkor megvan a 16. karakterünk. Többre nincs szükségem. Egyenlőre, azt hiszem, többet nem is tudunk alkalmazni. Pömpömpömp. Hát ugye a tidying a leghasznosabb. Life support. Tidying. Supplying. Storing.
Ranching, farming, mert abba fog egy kicsit megkutathat, de mondjuk az jelenleg nem opció úgyse. Okay. És nagyon remélem, hogy jó helyre pozícionáltuk ezeket. Oké. Hát tároló egyelőre nem lesz, majd itt valahol. Ami viszont kell, egy kivezető. Egy adaggenerátor. Trafó, trafó, trafó. Remélem már rég megvan. Majdnem. Hát egyenre úgy látom, 5 trafónk fér ki, nem sok. Jó, már most bőven elég, majd akkor lesz kérdéses, amikor tényleg sok kell belőlük. Így, kaja hiányunk az nem kevés, nem túl oké, mint látom ez nem, továbbra sem oldódik meg magától, bár úgy látom, de megoldódik, csak nem túl jól és gyorsan. Ugye nincs befejezve, még nincs elég gombánk, részben ebből ered. Majd harmada a gombáknak nem működik, milyen olyan okokból. Jihihihi. De mondjuk egy smart battery itt is kell. Hogy ezt legalább ezt is megjegyeztük és jeleztük. Animál automatizáció. Power. Hát ez jó móka lesz. Tök logikus, hogy az kell a sokból a középső. Nem a szélső, nem valamelyik, a középső.
Az a legelső elem. Nem is lehet más. Jó. Ez sajnos elérte ez a pont. A végét. Az ügynek a halálzóna megjött. Majd reméljük a macskák helyére viszik a cuccokat. Kóricál itt jó néhány, nem tudom, hogy minden helyen van elég. De azért pár akad. Mondjuk speciál ezen, amely itt lent van egy pár. Mondjuk, hogy hova tudja elvinni, azt nem tudom. Hát, ha nagyon akarja, körbe mehet. És azt hiszem itt, meg itt le tud ugrani. A plafonra. De hát ez már olyan, hogy nye, majd meglátjuk. Nem egy olyan szuper fontos elem. Made a mess. Itt van két WC. Jó, azt látom, hogy nincs mindenütt. A rák tudja, miért nincs. De nincs. Ó, itt csinált mind a kettő. Ja, hogy azt viszont bezártuk. Íj! Oké, az mondjuk érthető, az más. Sikítsatok, vaze, hogy én itt bezártalak titeket. Elbontani el tudták, megépíteni azt nem annyira akarták már szükséges elemeket. Hát ez van. E van. Sőt, ez legyen nagyon fontos. Mert ez nagyon fontos. Ahogy ez is nagyon fontos. Sőt, minden nagyon fontos, de na, értjük, ugye? Meg ez a két második vécés is. Szuper fontos. Van-e itt valami, amit kell kezelnünk? Különösebben nem. Azt a számítva, hogy ez elpusztul, de hát... Miből van ez? Ó, azt viszont kezelnünk kell. Azt nagyon gyorsan kell.
Ezt elszúrtuk, mert ez sima gázból van, úgyhogy 75 fokon leolvad majd szépen. Oké. Mondjuk nem open. De ez most már a legkisebb probléma. No. Ventiláció. Pumpa. Arany. Plusz 50 fok. Ja, és 9. 9, 9, 9. És miért nem 0? Mert elszúrtuk. Hát ezt elszúrtuk súlyosan. Elfelejtettem, hogy 150 fokos gáz jön ki. Ez önmagában katasztrófa lesz. De mondjuk, ha folyamatosan használjuk, akkor talán működik. Ide kéne az acél. Viszonylag gyorsan. Sehol nincs. Nyomokban sincs. Úgyhogy nem nagyon lesz, de kéne. No, ez megvan, helyes. Remélem jó helyre raktuk. Ezen nem nagyon kapkodnak. Na, ez első nagyon. Hiszem itt az ideje, hogy átrakjuk. Fontosba. Új nyomtatható, egy adag beri az mondjuk jól jön. Abból lehet dolgokat kihozni, akkor ezt zárjuk is be. Ciklusa van arra, hogy újra kiürítsem. Valószínűleg meg lesz egyébként. Vagy nem, ki tudja. És szépen föltöltötte ezt a pumpát, de utána ennyi. Aha, nem kap üzemanyagot, és akkor nem működik ez a rendszer. De olyan szempontból szerencséje van, hogy széndioxid végig, úgyhogy lassan kipumpálhatja folyamatosan, amikor egy-egy adag végre ki tud caffanni.
Oké. Kieresztjük a tartalmát, és azzal gyakorlatilag rengeteg helyet biztosítunk neki. Így technikailag előre lehet menteni. Ugye, mint látható, az, hogy egy teljes kilót telepakoljon, az hosszú-hosszú idő, ennyi kis szöcskéből. Na, azt hiszem jók vagyunk, ételmérgezés. Oh-oh. Nem teljesen tiszta. Nye. Hát, meglátjuk. Nem állunk tökéletesen. Remélem az ételmérgezés is ugyanúgy csak egy ideiglenes probléma. Ja. Majd megoldódik valahogy. Milligrammok, stb. No, hát ezt a nem túl nagy bázist, vagy dobozt, ezt hamar kiürítik. De most azért hozzálátnak a hatoskához, helyes, a víztározóhoz. Az hosszú távon kell. Segít. Azokkal dolgoznak. Ezt 8-asba rakjuk, és akkor sokkal előbb lesz meg, és akkor azzal a tetőt meg tudják építeni onnan, ha jól számolom. Vagy nem. Majd meglátjuk, működik éje. Ez rendben, vagy nem. Úgy látom, azért működik. Elég kiemelt prioritást kap ahhoz, hogy a tetőt megépítsék így. Aztán majd valami lesz. Aztán majd nagyon lassan haladnak úgy is. Ahova kell. Milligrammok. Közben ez dolgozik. Hát ez sokkal előrébb állnánk, ha ezt nem felejtem el. Hogy ennek kell ellátás. Bár így meg energiát szív folyamatosan ad úgy, de hát az egy ilyen ág.
Jó, hogy gáztározunk meg sincs. Hát akkor nem építek egyenre gáztározókat. Igen, a vízhiányból adódóan nincs bányászat se, vagy kutatás se. Az vicces, ja. Itt garázdálkodik. Időről időre ledob egy ilyen pokshelt, amiből lehet egy csomó lime, úgyhogy azért az egy hasznos sumo. Majd később. De veszélyes, mert ha a tojásai közelében van, akkor hajlamos megtámadni a duplikánsokat. És hát ki tudja, hogy mikor dönt úgy, hogy itt valahova lerak egy tojást, aztán én megpisloghatok, hogy miért van folyamatos harc. Errefelé. Magas stressz. Kamil. Mi lenne, ha nyugiban lennél? Csoda. Mit nem használsz? Great Hall. Az miért nincs neked meg a Great Hallod? Kamil. Ja, hogy slime lungos. És az miért jelenti az, hogy... hogy bármilyen problémád van. Főleg, hogy miért jelenti az, hogy nem mész kajálni a Great Hall-ba. Hogy így elveszítse 5-6, egy itt bohóckodsz leföl a semmibe. Mert nem tudom hány ideje. Oké, ez remek. Tehát nem bír, nem megy el a másik WC-hez, ahol van elég oxigén, mert szütyő. Gondolom, akkor lassan két napja játssza ezt, hogy... ó, nincs levegőm, nem megyek WC-re. Nem megyek kajálni, stb. Ügyes! Felügyelettel tudtál pisilni. És hirtelen megvan minden igénye. Hach. No, hát majdnem sikerült belehalnunk. Abba, hogy minden frankó. Majdnem sikerült belehalnunk egy embernek, hogy nem megfelelő, számára nem megfelelő WC-t akarta használni. Ez azért zseniális volt. Ebben úgy érzem, megegyezhetünk. Na, de hát elkezd száguldani lefelé. Nem túl meglepő módon.
Lassan-lassan azért jönnek a gombák, helyes. Nem azt mondom, hogy száguld az ügy, de halad. Pip egg. Igazából jöhet. Aztán majd valami lesz vele, most nyilván nem oda kéne a pip a nyomtatóhoz. De hát ez van. Minden nem lehet meg. És akkor szépen haladhatnak a fúrással. Ahogy azt elvártuk. És reméltük. Plusz a plafon megépítésével. Na és utána meggondolom majd a többivel is haladnak, remélhetőleg. Van mivel. Van mire. Mondjuk lehetett volna meghagyni a obszidián mezőt falnak, de most már nem. Most már így esett. Ahogy itt is megtettük. Mikor egészen furán néz ki néha, kicsit lebegő, jelleget ölt az ügy. Hát ez majd egy hosszabb manőver ez a trafókés vidéke, egyenlőre a vízbázist azt szeretném rendezni. Abból lehet majd folyóvizes WC, ami azért kulturáltabb, szebb, jobb, stb. Plusz nem igényel folyamatos ellátást. Lesz víz egyáltalán, és akkor mind a kutatás, mind ezek haladnak. Ami helyes lesz végre. Meg majd egyszer persze megépítjük a pöcegödröt. Soha napján ezzel a tempóval. Hát nem egy száguldozós bázis. De hát ez van. Így alakultak az ügyek. Na meg persze itt ott trükkös. Itt ott trükköket kell azért alkalmazni, amit normál esetben el lehetett kerülni. Most nem. Ugye az egész oxigén helyzet eléggé katasztrófából indult. No, lassan csak túl lesznek azon a plafonzónán. Hozzáláthatnak az egyéb fúrásokhoz és tevékenységekhez. Itt oxigén terén elég komoly kihívásokkal küzdenek a végére már. És lesz itt még tükkösebb, amikor a legalján fogunk járni. Még talán kicsit simább útvonal lesz, ugye itt sokat ront az is, hogy leföl-leföl ugrálnak. Az nem egy gyors folyamat. No, azért haladunk, haladunk. Nyomokban, de haladunk.
Hát remélem nem fog leolvadni azonnal. Hát ennyivel hozzájárulunk ahhoz, hogy ne olvadjon le olyan gyorsan, mennyi feldolgozott fémünk van. Nem olyan sok. De jó, ebben van, hogy 7 tonnát most ugye kiraktunk. Nem ide, hanem ide kell. Püfölést meg folytassátok, fiúk. Mondhatnám, hogy folyamatosan, de én ezért azt nem merem megadni, mert ki tudja. Ugye goldamalgámból például olyan nagyon sok nincsen, és azért kell az is. Alumíniumból majdnem menne végtelenre. Ott majdnem menne. Ott majdnem menne. Na, és akkor a gázgenerátorokkal azért jól állunk majd. Hirtelennyében. Egy fokkal jobban állunk hirtelennyében. Meglepő, hogy ezt a heavy drótot nem lelkesedek megépíteni. Ha jobb nincs, akkor annak is nekiállna. Csak tényleg az kell, hogy jobb ne legyen. Ja, aztán úgy látom, legközelebb megépítjük majd a szétválasztott hogy hívják okat, rendszereket, hálózatokat. Na most itt egyben van lassan 6 kW csúcs teljesítmény. Meglepő módon sosincs baj. Ami azért tényleg meglepő, hogy ennyire okésan elviselte. Jó, nagy része persze tényleg olyasmi, amit nem használunk folyamatosan, vagy akár egyáltalán. Ott ezt egyenről leginkább egyáltalán ne használ. Sőt, akár disable building. Értem én, hogy szeretsz futkározni, de nem kötelező. Ah.
Pedig a nagy részét már beszállították, csak megépíteni kéne valakinek. Azt tényleg nem értem, hogy azt... Az, hogy várhat sorban. Na mindegy. Ez már az ő dolguk. Duplikánsaink mindig tudják, hogy hogyan lehet nagyon macerásan működni. Ebbe profik. Na, folytatjuk innen. Haladunk, haladunk. Bővítettük a energiaszektort, lassan kiépítjük a víztározót, lassan lesz onnan folyóvíz, stb. Már ennyi.